letesztelik a városi idősotthonok lakóit és dolgozóit. A fertőzötteket elkülönítik. Adakozásra buzdít egy civil szervezet. Arra kérik az autósokat, hogy fizessenek az ingyenessé tett parkolásért. A láthatóságra figyelmeztet a rendőrség, Miskolcon is fényvisszaverőket osztottak. Önök a Miskolc Televízió híradóját látják 2020. november 6-án, pénteken, 18 óra van, kezdődik a híradó, köszöntöm nézőinket, jöjjenek a részletek! Csökkent a miskolci járványkórháza kihasználtsága, olvasható a megyei központi kórház weboldalán. A Semmelweis és Szent Ferenc tagkórházakban 850 ágyat különítettek el a koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek számára. A telítettség az előző hét végén 75% volt, szerdán pedig elérte a 95%-ot. A közlemény szerint péntekre csökkent a telítettség. A kevésbé súlyos állapotban lévő pácienseket ettől a héttől a második vonalban működő járványkórházakba szállítják. Ilyen intézmény például a Hatvani vagy az Egri kórház. A Semmelweis tagkórházban található intenzív osztály 40 ágyról 60 ágyasra történő bővítése a kórház közleménye szerint jó ütemben halad, és a jövő héten fokozatosan végrehajtják azt. Letesztelik a városi idősotthonok dolgozóit és lakóit, hogy megelőzzék az esetleges tömeges koronavírus fertőzést. A hat intézményben összesen 1300 embernél végeznek gyors tesztet, akiknek az eredménye pozitív lesz, azokat elkülönítik. A tesztelést a Miskolci Önkormányzat saját forrásból és a városi adomány számára érkezett felajánlásokból finanszírozza. Védőfelszerelésbe öltözött dolgozók az őszi napsugár otthonban, a képeket az intézmény munkatársai készítették. Pénteken megkezdődött a Miskolci Önkormányzat által fenntartott idős otthonok lakóinak és dolgozóinak a tesztelése koronavírusra. A hat intézményben összesen több mint 1300 embertől vesznek mintát. A koronavírus járvány a szakemberek szerint leginkább az időseket és a krónikus betegeket fenyegeti, a fertőzés náluk okozhatja a legsúlyosabb egészségügyi problémákat és szövődményeket. Ezt szeretné megelőzni az önkormányzat, ezért azonnali tesztelést rendelt el. A költségeket saját forrásból és a városi adományszámlára érkezett felajánlásokból finanszírozzák. Azok számára pedig, akiknek a tesztje pozitív lesz, elkülönítő részleget alakítanak ki. Meg kell tudjuk állapítani, hogy ki az, aki esetleg fertőzött már a vírussal, és ki az, aki a vírussal szemben egészséges, illetve nincs fertőzés. Ezeket a betegeket elkülöníteni csak úgy lehet, hogy egy teljes körű, egyszerre lezajló tesztelést indítunk el. A kezdeményezés az az egyik idős ellátásban dolgozó orvostól jött. Most van itt az a pillanat, amikor ezt a lépést meg kell tennünk. Ha ezt elmulasztjuk, akkor később már nem biztos, hogy ez elegendő lenne arra, hogy biztonsággal tudjuk a betegeket elkülöníteni. A Miskolci Önkormányzat által fenntartott idős otthonok teljes körű gyors tesztelése várhatóan a hétvégén befejeződik. A szakemberek akkor már pontosabb képet kaphatnak a lakók és dolgozók egészségügyi állapotáról. A további intézkedések az eredményektől függően várhatók. Alig jelentkeznek a koronavírusból felgyógyultak vérplazmát adni. Az Országos Vérellátó Szolgálat egy kampánnyal is buzdítja a donorokat, vérükből ugyanis olyan készítmény lehet előállítani, ami a súlyos állapotú fertőzött betegeken segíthet. Plazmát egyébként minden véradáson van lehetőség felajánlani. A jelentkezőtől először vérmintát vesznek, hogy megállapítsák, elegendő ellenanyag van-e a vérében. Az Országos Vérellátó Szolgálat híradónak eljutatott válasza szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyelőre mindössze 3 koronavírusból felgyógyult jelentkező volt, és csak egy ember bizonyult alkalmasnak vérplazmadonornak. Csütörtökön országosan 95 esetben intézkedtek a rendőrök, mert kereskedelmi üzletben vagy a kormány rendeletben meghatározott egyéb zárt helyen megszegték a védelmi intézkedések szabályait. 63-szor szabtak ki helyszíni bírságot és 28 embert feljelentettek. A maszkviselés elmulasztása miatt kiszabott helyszíni bírságok összege átlagosan 22 ezer forint volt. Az éjszakai kijárási korlátozás megszegőivel szemben pedig 19 esetben intézkedtek.
Hétfőtől bezárnak a járvány miatt a polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatai. Az intézkedés az Avason, Perecesen, Bükszentlászlón, Szirmán, Martinkertvárosban, a Szentpéteri kapuban és Diósgyőrben működő irodákat érinti. A koronavírus elleni védekezés részeként így is próbálják csökkenteni a személyes találkozások számát. A folyamatos ügyfélszolgálati nyitvatartás ugyanakkor továbbra is megmarad a polgármesteri hivatal központi, a Városháztér 8 szám alatt lévő irodájában, illetve a Petőfi utca 39 szám alatt. Fizessék be a parkolási díjat az önkormányzatoknak annak ellenére, hogy a parkolást a kormány ingyenessé tette. Erre kéri az autósokat a Pattársak nevű miskolci civil szervezet. Ezt azzal indokolják, hogy a parkolási bevételek kiesése miatt az önkormányzatoknak nem lesz pénzük a rászorulók támogatására. A miskolci önkormányzatnak a járvány első időszakában 200 millió forintos bevétel kiesése keletkezett az ingyenessé tett parkolás miatt. A második hullám előre nem látható gazdasági hatásai miatt ismét megnyitották a városi adományszámlát. Pénteken a Városháztéri parkolóban nehéz volt helyet találni. Átmenetileg itt sem kell már fizetni a parkolásért, a parkoló ura üzemen kívül van. A kormány keddi ülésén tette ingyenessé a parkolást az egész országban, ami azt is jelenti, hogy emiatt Miskolcnak is kevesebb lesz a bevétele. Aki szeretne segíteni a városnak a kieső bevételek pótlásában, befizetheti a parkolás árát a koronavírus elleni védekezéshez nyitott képernyőn látható önkormányzati számla számra. Nem értesültem még valóban arról a lehetőségre, hogy lehet önkéntesen parkolási díjat befizetni az önkormányzat számára, de úgy gondolom, hogy önkéntes alapon ez mégis jó és pozitív dolog lehet, hogy hozzájárulhatunk. A Miskolci Pattársak civil szervezet közösségi oldalán arra kéri a miskolciakat, hogy idézem, legyenek felelős állampolgárok, és ne legyenek egy felelőtlen állam bűntársai abban, hogy saját önkormányzatukat lehetetlenítik el, ahelyett, hogy segítenének. Elhívjuk arra a figyelmet, hogy az önkormányzatokat sújtó intézkedések, akár elvonások, akár bevételkiesés okozó intézkedések, valójában minket, miskolci polgárokat sújtanak. Azoknak az embereknek nem jut olyan színvonalú ellátás, akik mondjuk a járványhelyzet miatt arra kényszerülnek, hogy segítséget tegyenek igénybe. A koronavírus járvány miatt először áprilisban tette ingyenessé a kormány az egész országban a közterületi parkolást. A Városgazda üzemeltetésében lévő valamennyi felszíni parkolóban és a Régi Posta utcai parkolóházban nem kellett fizetni a parkolásért. A tavaszi ingyenes parkolás miatt 200 millió forint bevételkiesés keletkezett a városnál. Akkor egyébként, hogy kárpótolja részben azokat az autósokat, akik előre megváltották az éves parkolóbérletet, az önkormányzat meghosszabbította a 2020-as parkolóbérletek érvényességét. Tavaly ebben az időszakban 180 millió forint körüli bevétel származott a parkolásból. A Városháza szerint a koronavírus elleni védekezés költségei és az újabb kormányzati elvonások, átcsoportosítások az ország szinte valamennyi önkormányzatát nehéz helyzetbe hozták. A második hullám előre nem látható folyamatai miatt pedig ismét szükség lehet a felajánlásokra. Új terepjárókat kaptak a miskolci rendészek. Két vadonatúj autóval bővült a járműpark. Főként a belvárosban használják majd az új terepjárókat, sokkal gyorsabban tudnak így az állampolgári bejelentésekre reagálni, ráadásul fenntartásuk is sokkal olcsóbb lesz, mint 2013-ban beszerzett elavult járműveké. Az autókat a rendészet régi új vezetője vette át, az egykori alapító Vince Csaba a hét elején kezdte a munkát, biztonságosabb utcákat és közterületeket ígér. A rendészek mentették meg az életét tavaly nyáron annak a férfinak, aki majdnem belefulladt a szökőkútba a centrum előtt. Az arra járőröző rendészek siettek a segítségére, és húzták ki a vízből. És ennél az elfogásnál is a rendészeknek jutott a főszerep. 24 órán belül sikerült elfogni azokat a fiatalokat, akik kifosztottak egy embert. A rendészek a térfigyelő kameráknak köszönhetően a ruhájuk alapján ismerték fel a tetteseket, és értesítették a rendőrséget. Tavasszal a koronavírus járvány első hullámának idején pedig az idősek ellátásában is segítettek. Bevásároltak helyettük, és a gyógyszereiket is beszerezték, hogy ne kelljen kimenniük az utcára. Két új autó segíti mostantól a rendészek munkáját.
sokkal gyorsabban tudnak így az állampolgári bejelentésekre reagálni, ráadásul fenntartásuk is sokkal olcsóbb lesz, mint a 2013-ban beszerzett elavult járműveké. A mobilitása a rendészeknek az javulni fog, a külterületeket jobban és gyorsabban el fogják tudni érni, tehát ilyen jellegű javulást várhatunk az új terepjárók megjelenésével. Így összesen már 6 járműve van a városi rendészetnek. A 2 terepjáró már pénteken forgalomba is állt, főként a kiemelt területeken, például a belvárosban használják majd. Nem csak új autók érkeznek a héten, novemberben visszatért a szervezet élére az egykori alapító és vezető, Vince Csaba is. Ami nagyon lényeges és fontos, amiben viszont mindenféleképpen fejlődést szeretnék elérni, ez az intézkedések szakmaiságának, kulturáltságának, differenciáltságának az emelése, és persze természetesen ezzel szolgálnánk minél magasabb szinten a város lakóit. Ezt szeretném elérni, hogy minél rövidebb időn belül minél inkább elfogadottabb legyen az önkormányzati rendészet, és támaszkodhassanak a város lakói a szervezetre. A rendészeti bizottság elnöke az átadáson azt is kiemelte, a járműpark korszerűsítése mellett megduplázták a kutyás járőrszolgálatokat. A korábbi évektől eltérően idén 80 millió forintra emelték a rendőrségtől megrendelt gyalogos közterületi túlszolgálat fedezetét, a jövőben pedig folyamatosan bővítik majd a térfigyelő kamerák számát. A novemberi Fekete Péntekre emlékeztető címmel Light Friday néven indított országos baleset megelőző akciót a rendőrség, hogy felhívja a figyelmet a téli út- és fényviszonyokra. Ennek részeként Miskolcon is fényvisszaverő mellényeket, karpántokat és lámpákat osztottak a közlekedőknek. Így néz ki egy közlekedő a sötét közúton, ha nem visel biztonsági felszerelést. Ha viszont rajta van a fényvisszaverő mellény, már jóval hamarabb kiszúrhatják a sofőrök. Felnőtt láthatósági mellény, gyermek láthatósági mellény, fényvisszaverő csíkkal ellátott tornazsák. A többi közt ilyen eszközöket is kaphattak pénteken azok, akik az egyik miskolci benzinkút környékén közlekedtek. A látni és látszani kampány részeként a Light Friday akciót már másodszor tartották meg. Az eszközök sokat segíthetnek a közlekedőknek, hogy még időben észlelhessék egymást, és megelőzzék a balesetet. Elsősorban azért, mert nagyon fontosnak látom, hogy a közlekedésben úgy közlekedjünk, hogy lássa úgy az autós a gyalogost, mint a gyalogos az autóst. Gyerekekkel közlekedek, biciklizek, túrázni járok. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. A ködösebb, sötétebb évszakokban nem csak az autósoknak, hanem a kerékpárosoknak elengedhetetlen, hogy jól látszódjanak. Mióta van ez a vírus, azóta kaptam elő ezt a kerékpárt, és naponta szinte járok vele. Nagyon jó lenne balesetmentesen, úgyhogy én se okozzak meg, nekem se okozzanak balesetet. Ehhez meg az kell, hogy lássák, hogy én ott kerékpározom. Úgyhogy ez nagyon hasznos és jó dolog, hogy ezt ilyet meg lehet oldani, hogy kapunk. A rendőrség szerint a rossz idő beköszöntével fokozódik a veszély a közlekedésben. Így nagyon fontos, hogy minden közlekedő jól látszódjon az utakon. A láthatósági termékek azért fontosak a közlekedők részére, hogy a téli szürkületben, sötétségben, ködben, rossz látási körülmények között jól láthatóvá váljanak, hiszen az utóbbi években az a trendi, hogy amikor bejön a rosszabb idő, mindenki sötét ruházatra vált át, és ilyenkor beleolvadunk a környezetünkben, nem lehet jól látni sem a kerékpáros, ne talán még ha a kerékpárja nincs is kivilágítva, ami egy másik nagyon fontos dolog, és kerékpáros lámpaszettünk is van természetesen, akkor tegyünk azért, hogy jól lássanak minket gyalogosan, kerékpárosan is. A közlekedési balesetek megelőzéséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek. Ezért a rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki használja és viselje a figyelemfelkeltő kellékeket. Pozitív koronavírus teszt miatt edzői kényszerszünet, Európa Liga búcsú és egy 50 ponttal megnyert bajnoki. Ezek jellemezték a diósgyőri kosarasok elmúlt napjait. A DVTK nehézségei azonban még nem értek véget, hiszen az Európa-bajnoki selejtező miatt szünet el a bajnokság, a sok hiányzó pedig nehezíti a felkészülést.
A nemzetközi kupa találkozó és a sikerrel megvívott bajnoki után a válogatott összetartás miatti szünetben kértük beszélgetésre a piros-fehérek vezetőedzőjét. A miskolci együttes rögös utat tud maga mögött. A felkészülés nehézségei, a későn összeálló játékos keret után végre elkezdődött a bajnokság, és időközben lezajlott a csapat törökországi Európa Liga mérkőzése is, ahová nem utazhatott el az időközben koronavíruson áteső vezetőedző Földi Attila. Ami nehézség csak adódhatott, az megtörtént a DVTK-val. Tényleg eddig minden, ami megtörténhetett rosszul, majdnem meg is történt eddig. És nagyon remélem, nagyon bízom benne, hogy most már túl vagyunk rajta. Még mindig azt kell mondjam, hogy inkább én, mint a lányok, mert ugye náluk ez hosszabb kiesést jelentene. De nem történt szerencsére semmi gond az Európa Liga mérkőzésről hazaérkező játékosokkal, és az előírásoknak megfelelve két negatív vírustesztet követően mehetett tovább a közös munka. Egy ideig. Kettő negatív tesztel jöhettek ki a lányok a karanténból. Utána volt ugye vasárnaptól keddig most egy három napunk, amikor edzettünk. Ahogy annak vége lett, most válogatott szünet van, két hétig nem találkozunk jó formán, tehát most megint nem tudunk együtt lenni, hiszen nagyon sok mindenkit, hála Istennek egyébként, de nagyon sok mindenkit érint a válogatott. Az említett okok miatt a DVTK-ból 6 játékost kell nélkülözni a szakmai stábnak, ami azért nem egyszerű helyzet. Mindezekről és a folytatás feladatairól, a hazai bajnokikról, a folytatódó nemzetközi kupa szereplésről is nyilatkozó Földi Attilával készült teljes riportunkat keddi sportműsorunkban láthatják majd nézőink. Döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség. A 10. forduló mérkőzésének 3 pontját játék nélkül 3-0-ás gólkülönbséggel a DVTK kapja. Pénteken este az Andrássy úti stadionban az Újpest lett volna az ellenfél, de jelezték, a keretüket érintő nagyszámú pozitív vírusteszt miatt nem állnak ki a bajnoki mérkőzésre. Csütörtökön este jelentette meg hivatalos honlapján a DVTK, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága arról adott tájékoztatást, a DVTK Újpest bajnoki mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a DVTK javára igazolja. Ennek oka, hogy az Újpest FC korábban lemondta a pénteki bajnokit. A fővárosi együttes november 4-én az MLS versenybizottsága felé írásban jelezte, hogy a 2020. november 6-án 20 órára kiírt NB1-es bajnoki mérkőzésre nem tud kiállni, mivel játékos keretében szereplő labdarúgói túlnyomó többségének COVID-19 tesztje pozitív lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága ezt tudomásul vette, és a versenyszabályzat alapján hozta meg határozatát. A belépőkkel kapcsolatosan a DVTK jelezte, november 9-től november 13-áig a helyszínen visszatéríti a klubba megvásárolt belépőjegyek árát. A bérleteseket pedig a decemberi DVTK ZTL mérkőzés után fogja kompenzálni a klubvezetés. Az elmaradt bajnoki miatt a csapat pénteken 2, szombaton pedig 1 edzést tart. Egyre ködösebb lesz a napsütésesnek induló hétvége, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik, és írhatnak is nekünk észrevételeiket, az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!